Megjöttek a legfrissebb számok a külkereskedelemről, nyílik az olló, egyre nagyobb a különbség a szegények és a gazdagok között, és lefőtt az utolsó kávé, elárverezik a bezárt budapesti Dauegberc jár eszközeit. Köszöntöm Önöket, ez a Privát Bankár híradója, december 9-e van, 10 óra, én Füstös Móni vagyok, és mondom a részleteket. Októberben az export euróban számított értéke 2,1%-kal csökkent, az importé pedig 2,3%-kal nőtt az előző év azonos időszakához viszonyítva, ezt közölte a Privátbankárral a Központi Statisztikai Hivatal. A kivitel értéke 7,5 milliárd eurót, a behozatalé 7 milliárd eurót tett ki. A külkereskedelmi mérleg aktívuma 374 millió euró volt. Az októberi kivitel 80%, a behozatal 73%-át az Európai Unió tagállamaival bonyolítottuk le. Soha nem voltak olyan nagyok az anyagi különbségek a szegények és a gazdagok között, mint az utóbbi 30 évben, és ez a tendencia a gazdasági növekedés ellen hat, ezt állapította meg az OECD kedden kiadott jelentésében. A Gazdasági Együttműködés és Fejlesztési Szervezet tagországaiban a társadalom leggazdagabb 10%-ának jövedelme 9,5-szerese a legszegényebb 10%-nak. Az 1980-as években a leggazdagabbaknak legfeljebb 7-szer akkora jövedelme volt, mint a legszegényebbeknek. Az utóbbi 3 évtizedben a leggazdagabbak jövedelme nőtt elsősorban, sok országban a legszegényebb 10%-nak a jövedelme is nőtt, de sokkal lassabban. Három kártérítési eljárás is folyik Magyarország ellen a washingtoni választott bíróság előtt, valamennyit az étkezési utalványok rendszerének korábbi átszervezése miatt indították, erről ír ma a Magyar Hírlap. A testület júniusban elutasította Magyarország előzetes joghatósági kifogásait. Alap megkeresésére a minisztérium részéről leszögezték, a kormány minden fórumon kiáll az Erzsébet program mellett. Kevés fontos makrogazdasági adat várható ma. Európában folytatódik az euróövezeti tagországok pénzügyminisztereinek találkozója, valamint megjelenik a német és francia októberi külkereskedelmi forgalom statisztikája. Ezeket leszámítva a nagy-britanniai októberi ipari és feldolgozóipari termelés adata lesz fontosabb, de összességében komoly változás az általános befektetői hangulatban nem várható. Piac befolyásoló hír hiányában a konszolidáció lehet a fő tendencia, írták az elemzők. A tőzsdén most negatív a hangulat, a nyugat-európai mutatók is mind pirosban vannak. 1% fölött van a német tőzsde mutatója, a franciáé viszont stagnál jelenleg. A budapesti tőzsde részvényindexe 1%-os mínuszt mutat egy órával a tőzsde nyitás után. A vezető részvények közül a Magyar Telekom és a Richter 1%-os mínuszban van, a MOL 1,5%-os mínuszban, míg az OTP 0,5%-os mínuszt mutat jelenleg. A forint viszont viszonylag jól tartja magát. Tegnapi záróárához képest stagnál, körülbelül 305 forint 85 fillért kérnek most egy euróért a bankközi devizapiacon, egy svájci frankért pedig 254 forint 50 fillért. Árverést rendeznek a Dauegberc Hungary ZRT eszközeiből a budapesti gyártóüzem bezárása miatt, közölte az aukciót szervező cég. A gyár kávépörköléssel, kávé és tea csomagolással foglalkozott, és a magyar piac ellátása mellett több európai országba is exportált. A használt, de jó minőségű eszközökre, gépekre online lehet licitálni. A gyárban decemberben állítják le a termelést. Egy órakor lesz legközelebb élő híradóit a Privátbankár oldalán. Addig olvassanak minket. Köszönöm figyelmüket, viszontlátásra! Szeretné megismerni a pénzvilág működésének alapjait? Első kézből akar értesülni a legfontosabb változásokról? Tudni szeretné, mi történik a gazdasági és pénzügyi események hátterében? Utána jártunk. A privátbankár.hu oldalai megjelenő cikkek közül egy csoportba gyűjtöttük azokat az exkluzív anyagokat, amelyek elsőként vagy kizárólag nálunk olvashatók. Mi ugyanis utána jártunk.
Háttérinformációk a gazdasági és pénzügyi hírekről, tőzsdei és devizapiaci elemzések, összeállítások, ismeretterjesztő cikksorozatok üzleti alapismeretekről, állampapírokról, befektetési alapokról és az élelmiszerárak alakulásáról. Tudják, privátbankár, pénzügyek, okosan.